Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat kedden este a szombathelyi Nyárfa utcába, ahol egy komfort nélküli épület tetőterében égett a bútorzat. A környező házakból 11 embernek kellett elhagynia az otthonát. A helyszíre először kiérkező rendőrjárőr egy gázpalackot is kihozott a lakott épületből, amelyben sem áram, sem vezetékes gáz nem volt. A feltételezések szerint a világításhoz használt gyertya okozhatta a tüzet a házban.